Újabb szállítmány babérmegy érkezett a gardencentrum.hu kertészetébe. Ez a méltán népszerű novita fajtája a babérmegynek. És a fénylőbőr nevű levelei dúsan beborítják a bokrot, így alkalmasá teszi egy rendkívül tömött és átláthatatlan sövény kialakítására is. Nagyszerű mediterrán hatást kelt, ráadásul kiváló szárazságtűrő képességgel rendelkezik. Elhelyezhetünk akár egy-két darabot a kertünkben, vagy sövényt is lehet nevelni belőle. Ilyenkor 80-100 centis távolságot kell tartani az egyes babérmegyek között. Rendszeres öntözés mellett évente akár 50-60 cm-t is képes növekedni, alakító meccéssel jól lehet tartani a formáját is, és ha jól meccük, akkor bizony egy bokros növény fog nekünk eredményezni a gondoskodásunk. A gardencentrum.hu webshopjában és a kertészeti árudában elérhetőek szabadgyökerű novita babérmedgyek is. A szabadgyökerű fajta olcsóbb konténeres társainál, így gazdaságosan lehet akár hosszabb sövény sorokat is kialakítani belőle. Szabadgyökeres gyökeres babérmedgy vásárlása esetén a gardencentrum.hu útmutatót is küld az ültetéshez. És gyertek, megmutatom, mi a különbség a K2 és a K3 cserépméret között. Mekkora lesz a növénynek a mérete a két különböző cserépméret esetén? A K2-es méret 2 literes cserépedényt jelent, de már ebben is egy jól fejlett babérmegy található, a K3-as cserépméretben pedig még ennél is magasabb, 1,50 50 is növény van. A konténeres babérmegyek is mind fejlett gyökérrendszerrel rendelkeznek, és az a jó a babérmegyben, hogy nem csak zöld, tavasszal virágzik is, fehér virágai díszíteni is tudják a kertet, a különböző méretű novita babérmegyeket keressétek a gardencentrum.hu webshopjában.